A hidat és a mögötte lévő utcarész egy részét még tavaly korszerűsítették a Templom utcában, idén tovább folytatták a megkezdett munkát, júliusban fogtak neki, és már akkor azt tervezték, hogy késő őszre végeznek a fejlesztéssel. A helyszínen egy réteg aszfaltot már elterítettek, most a vízátereszeket alakítják ki, és az aknatetőket hozzák szintre, ezt követően érkezik a második burkoló réteg. A helyieknek tetszik az elvégzett munka minősége, főleg annak örvendenek, hogy nem lesz por többé az utcában. De ezek a szerencsétlen emberek, amik 50 év alatt port megettek, hát az nem, tessék elképzelni, amikor az állati munkát, úgy épít, hatalmas építkezés van idekünt, folyik az építkezés. Szóval hatalmas 30-40 tonnás autók, mint jöttek kifelé, pöfögtek a kavicsra, a téglával, az Isten csodájával mindenne. Hogy ezek a szerencsétlen emberek meg lehet nézni, házak falak repet meg, mindenféle, úgyhogy ez megváltás, ennek az utcának megváltás volt az utca. Hogy leaszfaltozódik. A helyszínen járdát alakítottak ki, és az esővíz elvezető árkokat is kiépítették. Az utcát több mint fél kilométer hosszúságban, 6 méter szélességben aszfaltozták le. A modernizálás összértéke meghaladja az 1 millió lejt, melyet a tavalyi és az idei költségvetésből különített el erre a célra az udvarhelyi önkormányzat. A kivitelező egy helyi cég, mely 6 év jótállási időt vállal az általa elvégzett munkára.